Raskodja, hogy György Agrár közgazdász, itt is van, pár percet mondtam, és tessék már, itt is van. Ugye Margit híd miatt kellett kerülnie? Um, ugye? Margit híd le volt zárva, úgyhogy Árpád hídon át. Hát akkor is időt húzott, köszönöm szépen, illetve köszönjük. Hát amiről beszélni fogunk, az már nem ilyen, hogy mondjam, csak félig humoros történet, mert ahogy olvasni lehet, az biztos, hogy Magyarországon egyik 300 ezer hektárnyi kukorica Mentünkre, tehát annyira, hogy nem is lehetett leszedni. 200 hektárnyi napraforgó, ott sincs termés. A búzáról egyelőre nem lehet tudni, hogy mi van, mert még folyik az aratás, az árpa már lezajlott. Mindjárt meg fogja mondani Raskóra, hogy mennyi. Ez az ez a 4,5 tonnás hektáron kéti átlag, ez mi. Tehát, hogy hogyan állunk most ezekkel a terményekkel? Hát a helyzet az egyre rosszabb, sajnos. Tehát, amit mondott, termés kiesést és vetésterület kukorica a napraforgóban valószínűsített kárt, az ennél jóval több lesz, hiszen újra jön egy komoly kánikula, eső sehol, tehát valószínűleg több száz hektárral nő az a terület, amin majd nem lehet termést betakarítani, tehát a, a rendkívül rossz alföldi árpa és buzatermés után a kukorica és napraforgó egészen tragikus lesz a Magyarország keleti és középső vidékén, ami azt jelzi, hogy az idei év mezőgazdasági termelők számára hát egy emlékezetesen rossz év lesz, kivéve azokat a területeket Dunántúlon, ahol a, az eső megfelelő mennyiségben hullott, és ott viszont a buza és árpából is nagyon jó termés eredményekről számoltak be. A portfólió írta, hogy az ország ketté szakadt, a Dunántulon írja, közepes sok helyet jó a termés, Alföldön szinte bibliai időket idéző a szájtomból. Ez ugye ilyen nagyon-nagyon költői, de hát úgy látom a adatok alapján, hogy nagyon-nagyon valós is. Igen, és magam személyesen is végigjártam dalföldi területeket. Egészen elképesztő <coughs> tragédia bontakozik ki, hiszen a július közepén ennyire kiégett mezők, legelők és táblák. Nem is emlékszem, hogy mikor voltak utoljára Magyarországon. És hát ez az év lehetett volna kiemelkedően jó a gazdáknak, ugye, mert magas terményárak vannak elben. Hát ez szó szerint, mennyből a pokolba hullottak vissza. Igen, de különösen azért, mert a korábbi évekhez képest a ráfordításaik óriási mértékben nőttek. Ugye a gazda azt gondolta, hogy ha ilyen magasak az árak, akkor megéri megvenni a háromszorosára drágult műtrágyát is, megéri permetezni, megéri jóvetőmagot a földbe vetni. És hát pont az ellenkezője következett be. A termelési költségek az Alföldön is hektáronként 150-200 ezer forinttal emelkedtek, és amennyiben egy normál év lett volna, egy 6-8 tonnás kukorica, még az ilyen magas termelési költség mellett is adott volna elegendő jövedelmet, így viszont a megemelt input költségek miatti veszteség szokásos éveknél jóval nagyobb lesz, annak többszöröse lesz, ami párosulva a forgóeszköz hitelek ilyen drasztikus mértékű megdágulásával azt vezeti előre, hogy ősszel a gazdáknak nem csak a termés betakarítás lesz a nagy probléma, hanem az, hogy miből finanszírozzák a következő évi vetést. A kormányok előrelátóbbak, és mondjuk foglalkoznak azzal, hogy mi van a vizek megtartásával Magyarországon. Magyarán, hogy hogyan lehetett volna egy normálisan működő öntözési rendszert kialakítani, a sokat segített volna? Egészen biztosan. Tragikus, ahogy Magyarország az öntözéssel és a vízfelhasználással bánik. Éppen két nappal ezelőtt tapasztaltam ennek az ellenkezőjét Burgellandba, tehát Magyarországgal határos osztrák tartományban, ahol Hasonlóan nagyon nagy a szárasság, de mindenütt ott van az öntöző berendezés, és működik. Azt gondolom, hogy a különbséget zongorázni lehet, tehát ahol öntöznek, ott 8-10 kukorica termés biztos, hogy lesz napraforgóból is legalább 3-4 tonna, vagyis az öntözéssel kapcsolatos plusz ráfordítás egyértelműen ott megtérül. Átjövünk a magyar oldalra, és azt látjuk, hogy ott a táblák sinylődnek, és valószínűleg a termés néhány száz méterrel arrébb ahol 10 tonna körül várható, ezen az oldalon lesz 3-4 tonna. Hát a lajtán túl már más világ van, az nem csak egy operett Nem csak egy operett hanem e, szörnyű valóság, abból a szempontból, hogy mi miért nem sáfárkodunk megfelelő módon a vízzel, egyébként nem csak most, hanem évtizedek óta. Igen, igen, te azért mondtam kormányokat, Természetesen, de Burgerlandban ezt hogy oldják meg? Tehát mondjuk az esővizet, vagy pedig a megduzadó folyópatakok vizét vezetik el és tárolják? Hát tele vannak tározókkal, ez az egyik, tehát egész más a koncepció, tehát ott helyi tározókat létesítenek, nem kell országos nagy, mert ugye az utána onnél megének tovább kell vezetni a vizet, hanem falvak határában mindenütt ott van egy kisebb tározó, ami elegendő vizet biztosít annak a közösségnek, aki azon a környéken gazdálkodik. Ez honnan szedik a vizet bele? A vizet nyilvánvalóan fölfogják, tehát nem az van, mint nálunk, hogy a, hogyan vezessük le gyorsan a vizet, hanem hogyan tartsuk, tartsuk meg a vizet. Egészen más filozófia uralkodik. Ezt a filozófiát egyébként a magyar vízügyi szakemberek évtizedek óta mondják. Tehát nem, nem arról van szó, hogy a vízügyi elit az hallgatna. Csak nem hallgatnak rá? Valószínűleg összetett probléma, mert egyébként vízjogi, tehát öntözéshez szükséges dokumentumokat beszerezni, az egy nagyon kemény munka Magyarországon. Ezt saját magam is tapasztaltam. Tehát nem természetes dolog az, hogy ha egy gazda öntözni akar, akkor rohannak segíteni neki, hogy tessék, itt van a szükséges víziógi engedély, és már is kezdheted az öntözést, hogyha megvan hozzá felszerelésed. Itt ennek, ezen engedélyek megszerzése az egy komoly bürokratikus Nem ilyen kultásásról van szó? Kultásásról hm? van szó? Hát akár legyen szó kultásás, vagy engedély ahhoz, hogy például a Sió csatornából vízkivétel útján öntözni lehessen ott a környéken. Hát nem tudom, hogy mi lesz, hogy melyik kormány fogja ezt fölvállalni. Jó lenne, ha ez megpróbálkozna vele, mert azzal legalább bejjebb lennénk egy picit. A búzáról mi lehet tud, mit tudható, mert ugye az az legfontosabb ilyen terményünk hogy ott még a, ahogy olvasom egyelőre nem fejeződött be az aratás, tehát nincsenek pontos számok, de valamit lehet már előre látni Hát azt lehet látni, hogy az Alföldön sajnos ilyen három, három és fél tonnás termés átlagok vannak, a szokásos 5-6 tonna helyett tehát nem csak a fele, mint normál évben, Dunántúlon viszont néhány helyen rekordtermés is van, bár ugye a Dunántúli vetés terület kisebb, mint az Alföldi, tehát nem ellensúlyozza azt a hiányt, ami az Alföldön keletkezett, de így is lesz legalább 4-4,5 millió tonna búza. Hazai felhasználás étkezési a maximum 800 ezer tonna, tehát annak az ötszörösét így is megtermeljük. Ami bosszantó, hogy ez a búza világpiacon 130-140 ezer forintért értekesíthető lenne, de nagyon kevés az, amit a piac környező országba eladni tudunk. Van különbség a Dunántúl és az Alföldi Búza minőségében? Most ebben az évben jó a minősége mindkettőnek. Az Alföldi Búza, ami kevés termet, egy egyértelműen javító minőségi búza. A Dunántúlon hasonlóan kedvező időjárási viszonyok miatt is a buza jó minőségű, alig van különbség a két buza között. Most már szántóföldi növényekről beszéltünk, és mi a helyzet a zöldségekkel, a gyümölcsökkel ott is? Hát a... komoly szárazság volt, ideig van a gyümölcsösökben is, ennek <coughs> látjuk a kárát, hiszen termés megfelelő vízmennyiség hiányában az ott, tehát kiszemű lett nagyon sok. Gyümölcs esetében például a megy vagy a cseresznye, de hasonlóan várható, hogy más gyümölcsökből is, almából is kevesebb fog teremni az idén. Ennél nagyobb probléma őszintén szólva az állattenyésztésben látom, hiszen a kevés takarmány, ami megtermett, iszonyúan drága, ezt, aki szabad piacról vásárolja, bizony hamar úgy dönt, hogy ilyen pénzért nem érdemes neki állni, ízlalni. Ez <coughs> mondjuk a disznótartás jellemző, vagy a sert, Ez a... Ez a, a sertésre egyértelmű. És mert azért éppen olvastam ma reggel az egyik híroldalon, hogy egy, az egyik legnagyobb, hát ez nem igaz, hogy a legnagyobb, hogy egy jó közepes nagyságú feldolgozom egy tökre a sertés árak miatt? Hát a sertésnél egészen tragikus a helyzet, hiszen a ágazatban évek óta relatíve alacsony árak voltak, tehát a növénytermelés buza, kukorica ára, ugye már egy évvel ezelőtt is csillagászati magasságban volt, tehát már akkor kellett volna a sertés áraknak felfelé kúszni, de ez nem történt meg a sertés felvásárlási ára most is a, a alacsony az viszonyítva, hogy milyen költségek kapcsolódnak hozzá. Egyértelműen kijelenthető, hogy a, a, a magyar sertés tartók minimum 80-90 százalékának most veszteséges sertés izolás, ami látható azokból a számokból is, ami a sertése foglalkozók számának drasztikus csökkenését mutatja, tehát kisebb termelők egymás után hagyják abba a sertésizolást. Egy több ezer hízó kibocsátású nagyüzemi telep nem tudja ezt megtenni, hiszen olyan óriási beruházási költség kapcsolódik hozzá, sokszor uniós támogatás, de ennek van feltétele, hogy bizony termelést folytatni kell akkor is, hogyha éppen az veszeséges, de mindenképpen az látható, hogy a sertéses és baromfi állomány, baromfi ízlalás, akár legyen brojlecsirke, vagy éppen pulyka, szintén jelentősen csökken ebben az évben is, és hát nem látja senki a végét, hogyha ez a hatalmas takarmányár emelkedés nem csordogál vissza egy elfogadható szinte, akkor Magyarország minden uh, húsféléből behozott arra fog szorulni. Hú, hát ilyen mondatot hát, hosszú évek óta nem lehetett hallani. Azt lehetett hallani, hogy <laughs> szobák szlovák is hús majd győz Magyarországon, meg. De az, hogy gyakorlatilag mindenből. De az a fura, hogy, hogyha ilyen alacsonyak a fölvásárlási árak, akkor miért megy tönkre a földolgozó? Meg ha ilyen alacsonyak az árak, akkor miért érzi azt az ember a boltokban, hogy iszonyú drága és hús is? Hát feldolgozóknál kapacitás problémák vannak, alig tudja kihasználni, vagy harmad, negyed. Kevés kínálat? Tehát azért, mert nincs kínálat, nincs mit földolgoznia, és hát állandó költségei azért azok fixen ott vannak akkor is. Tehát ez az egyik probléma. Másik, hogy a Fogyasztói árakat pont például a sertés és a broiler csirke esetében a kormány szabályozza, például a árbefogyasztással, tehát az átadási árat, amit költség alapon szeretne érvényesíteni, azt nem éri el, mert a kereskedelem azt mondja neki, hogy nekem kötelező fix áron kell eladnom Csirke mellett, ebben a sertésszombot, egyszerűen nem tudok ennél többet fizetni neked. Tehát beleszorul az élmiszeripar egy ilyen csapdába, alulról nincs kínálat, az a ö, kapacitás kihasználással kapcsolatos veszteséget okoz, másik oldalon nincsen olyan átadási ár, ami számára jövedelmet biztosítana. tehát a sokáig marad az árbefagyasztás alapvető élelmiszerekre, akkor annak nem elsősorban a kiskereskedelem szereplői látják a kárát, hanem a feldolgozó ipar, hiszen a mezőgazdasági nyersanyagot bármikor el lehet adni külföldre, mert ott jobb árat kínálnak. Hazai élelmiszeripar marad gyakorlatilag földolgozandó áron nélkül. Ugye a elmúlt fél évben most már látjuk, hogy a árbefogyasztás milyen tendenciákat okoz ki, aki igazán veszít. A kiskereskedelem a legkevésbé a vesztes ennek a dolognak, azok közül is a nagy kereskedelmi láncok, hiszen azt a nyolc terméket, amire árbefogyasztás van, az abból adódó veszteséget minden további nélkül áthárítja a többi 3-4 ezer árucikre, egyiket 10 forinttal, a másikat 50 el megemeli, szépen elosztva, az itt keletkezett veszteséget szétteríti egyéb termékekre, sőt, még feljogosítva is érzi magát, hogyha nekem emiatt ilyen veszteségeim vannak, akkor bátrabban emelem meg azon termékek árát, amelyekre nem vonatkozik az árbefogyasztás. Még nyerek is rajta. És, talán... még, nyere, és még nyer is Helya. rajta. Én gyakran <laughs> posztol a közösségi médiában, és on, onnan tudom, hogy a gyakorlott napi bevásárló. Tehát itt, Igen. hogy mondjam, csak a bőrén érzékelje ezeket az árakat, tehát amit mond az egy napi, napi, hogy mondjam, csak családi tapasztalat, ugye? Igen, mert most itt vannak szabadságon étkű unokáim, fiúk, <laughs> akik bizony a éves gyerekek, hát tudnak enni rendesen, és hát pont egy hete történt, hogy szeretik egy cég termékét, Nostalgia Párizsról van szó, vettem belőle kb. 30 zekát, mondom a két gyereknek reggelire az elég, vele került tízek a 3290 forint. és és délután vissza kellett mennem, mert reggelire elfogyott, és kértek, hogy hol van még. <kül> Na, akkor átudjuk a hát boltba. És hát nagypapa nem mondja, hogy... Nagypapa átugrik a boltba, és döbbenten tapasztaltam, hogy ami délelőtt volt 3290, az délután 5 óra, 6 óra tájba 3990 forint, ami elképesztő, több mint 20%-nál nagyobb áremelés, a, kérdeztem a eladót, ő csak széttárta a kezét, hogy sajnos, hát, uram, az... ez van. Nem, erre mondtak, nem akarom itt de a második világháború után ezeket hívták átdrágítónak, mert ugye ez azért messze fölül van azon, mint amivel önmagát kompenzálni kéne. Hát igen, csak ugye megint előjön az az effektus, hogy közben ennek a konkrét ABC-nek kell árusítania azokat a termékeket is, amire árbefogyasztáson, érvényben azokon komoly vesztesége van ma már. Ha de hát az 10 óra után már abból nincs semmi. Tehát az üzes, üres. Üres a bolt. Lehet, hogy kell neki, de hát minden. De majd. a pszichológia akkor úgy érzi, hogy ha őt megrövidítették, akkor Aha. kompenzál. Hát valóban elképesztő a dolog, mert mondjuk mondjuk vegyünk ilyen csirkenyakat, azt az ember nem szokta megenni, legfeljebb ilyen alaplének használja, és mondjuk a kutyáját eteti vele, ez még nem is olyan régen, olyan 300-300 forint volt. És látom, hogy 1002. 1002. De mondjuk a csirke ugyanez. 900 ezer forint. A egyet szeretnék hangsúlyozni Magyarország, élelmiszer árinflációja, árnövekedése kiugróan a legmagasabb Európában. Már az eredményes szó nem lehetne valami már nem, kiugróan nagyobb, mondjuk? Nem tudom, ez szintén egy konkrét dolog, hogy a biciklizés közben, pozsony környékén évek óta járunk arrafelé, ahol van ez a, a vízi erőmű, illetve hozzá kapcsolódó duzzasztók, kiváló kerékpárutak vannak, mindenütt e, e, sörözők a kerékpárutak mellett, és a sör két évvel ezelőtt is két euró, 20 centbe került, és most is annyiba kerül. Tehát van egy árstabilitás. Persze ott is volt érelmiszerinfláció, infláció, de az, ami Magyarországon van, az mindenre kiterjedhet, azokra a termékekre is, amelyek nem feltétlenül igényelnének magasabb árat, mert nincs a beszállító oldalról olyan nyomás, mégis megtörténik az áremelés, mert ez a pszichológia. Olyanok is árat emelnek, akiknek egyébként a beszerzési költségei és szinte semmit nem változtak, de azt gondolja az illető, hogy itt a jó alkalom, most az infláció akkora, ha én is beteszek egy 10-20 os emelést, azt elfogadja a vásárló, mert egyébként mindennek emelkedik az ára. Tehát ez a filozófia okozza azt Magyarországon, hogy az európai Unión belül egyértelműen jóval magasabb inflációs indexek vannak Magyarországon, független attól, hogy nálunk még árbefogyasztás is van a kormány részéről. De lehet, hogy nem hiszi el, de én olvastam egy olyan mondatot az egyik ilyen kormány megnyilatkozásból, hogy mondjuk a v belül nálunk a legkisebb az infláció. Hát nem az... olyan mondom, hogy olvastam egy ilyet. Lehet ilyen írni, a magyar állami médiában nagyon sok olyan hír megjelenik, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal. Tehát például azt egy meg, hogy meri megengedni magának egy közszolgálati média, hogy arról tudósít, hogy Nyugat-Európában gázhiány van, üzemanyaghiány van, a, gyakorlatilag olyan hírek jelennek meg, amelyek egyáltalán semmiféle alapot nem bírnak, tehát uh, itt, uh, amit a médiában írnak, az erősen feltételes módon értelmezhető, és hát <kül> azt gondolom, hogy jó lenne ennek véget vetni most, amikor az országnak uh, nem csak az élelmiszertermelésben, hanem általában komoly gazdasági nehézségei vannak. Óriási recesszió kezdődött Magyarországon, ami teljes körül lesz, tehát kiterjed építőipartól kezdve ingatlan piacra, az túl minden más <kül> term, tehát fogyasztási cikkre, különösen persze az hát energiára. Ez egyszerűen áremelést jelent ebben az esetben? Egyrészt áremelést, és mögötte pedig egy olyan relatív hiányt, hogy bizonyos nyersanyagok hiányában és kereslet hiányában a termelés több helyen le fogják állítani. És tönkre uh, cégek elbocsátott és, emberek. És rengeteg munkanélkül lesz, és, és ez az építőiparnál már most egyértelműen jelentkezik, uh, de még csak a abszolút kezdetén tartunk ennek a dolognak. Ősszel, amikor akár már szeptemberben, vagy októberben, ahogy a új a rezsit, Csökkentés utáni számlák megjelennek a lakosság számára kézzelfoghatóan, és ott, ott 50-100 ezer forinttal magasabb <coughs> rezsiszámla ott lesz a polgár szem előtt. Akkor fogja érezni azt, hogy Magyarországon tényleg nagyon komoly gazdasági válság kezdődött. Itt most megszakítjuk a hazai történetet, mert a beszélgetés második fele már a világról szól, hiszen a búza hiány már akkor is itt az ukrán meg az orosz szállításokról van szó, de főleg az ukrán gabona visszatartásáról, amiről kapcsolatban hiába tárgya látszólag Oroszország, de nem tűnik úgy, hogy kiengedje a fekete tengeri kötőből a fölhalmozott ukrán gabonát, amit én nagyon várnának, most olvasom, hogy Egyiptomban, ami egy ilyen lakmuszpapír, mert ugye 80-as években volt ott egy óriási lázadás, amikor fillérekkel fölment a alapkenyér, ez a lapos, ugye az kenyérnek az ára. Duplájára akkor is 20 fillér volt, mondjuk, tehát az ottani keresetek szerint, és most már 20-30%-os drágulás van. És ebből nem szokott jó kisülni. Szóval, hogy ez megakadályozható-e még egyáltalán? Hát, Elvileg igen, csak a Oroszország, illetve Putyin határozott szándéka, hogy közel-keleten, Észak-Afrikában komoly társadalmi krízis legyen, annak következtében induljon el újra egy komoly migrációs hullám Európa felé, hiszen Európát ezen keresztül lehet leginkább tédre kényszeríteni, hiszen ha több millió eh, észak-afrikai, közel megindul megint eh, Európa felé, és közben itt láthatóan a migrációs hullám azért eh, nagyon sok országban komoly feszültséget eh, okozott az elmúlt években, akkor ott olyan eh, politikai, társadalmi válságot tud ez generálni, ami Oroszországnak érdeke, hozzá nem fognak emigrálni, tehát nem kell hát, nem tört. Oroszországnak érdeke, hanem az orosz politikai elit úgy gondolja, hogy neki érdeke. Igen, nem. az orosz politikai elit, igaz, jogos a helyesbítés, de a tény, hogy ezt Putin tudatosan használja ezt a fegyvert, hiszen a megtehetné azt, hogy kiengedi az ukrán gabonát ezekbe az országokban, hiszen az olyan szempontból nem egy Katonai hátrány számára, amit ne lehetne humanitáris szempontok alapján megtenni, de nem teszi meg, nyilvánvaló azért, mert abszolút nem érdeke, hogy az a buzahiány és az ezáltal generált ellátási válság oldódjon. De hát ott van a orosz búza is, és ugye tudjuk a szovjet időkből, hogy volt olyan év, amikor az oroszok, bocsánat, a szovjetek az aranytartalékaikból adtak Kanadának meg Amerikának, hogy kukoricát meg búzát vásároljanak tőle, mert ez a szélhámoskodás, amit a Brezsnyavírában elkövettek a szűzföldnek feltörésével, az ugye előbb hatóan egy csőd volt, de ma Oroszország van annyira piacgazdaság, legalábbis a legutóbbi időkig, hogy abszolút képes exportálni nagy mennyiséget. Az oroszok miért nem adják el a saját gabonájukat a világtak? Hát tudják tárolni, miért adják el most? Két-három éven keresztül ezt a buzát simán lehet megfelelő minőségben tárolni, kukoricát ugyanúgy, de ők buzából igazán nagyok, és... A, az Oroszország pont a krími háború utáni szankciók miatt óriási fejlesztésbe kezdett a mezőgazdaság területén, ennek az eredményei egyetemen láthatók. Tehát ma Oroszország egymaga képes 50-60 millió tonna gabona exportjára, ami... Ahhoz képest, hogy a Brezsnyev időkben 25-30 millió tonnát importálni kellett, most pedig ennek kétszeresét el tudja adni a világpiacon, és képes lenne akár 100 millió tonnát is. Tehát a termelési kapacitás megvan, földek megfelelő terméshozamot biztosítani tudnak, amint műtrágyát, egyéb más inputanyagot megfelelő mennyiségben használnak, hiszen Oroszországban ne feledjük, több millió hektár külföldi vállalkozók használatában van olyan vállalkozók, akik vagy Svédországból, vagy Angliából, Egyesült Államokból, Kanadából érkeztek, és az ottani technológiát egy az egyben tudják Oroszországban alkalmazni. Az ő terméshozamuk átlagban két és fél-háromszorosa, mindaz az orosz Termésátlag. Termés átlag, mind a mostani, mind a mostani termés Aha. átlag. Ez azt jelenti, hogy a Oroszország, amely megérzem, a krími háború után 5-6 évvel később gyakorlatilag önálló lett élelmiszerből. Nincs élelmiszer a világpiactól Oroszországban, hiszen nem csak a gabonát termelik meg hanem a sertéshúst, húst úgy szintén, tehát ma maximum marahúst és kiegészítő termékeket importál a világpiacról, de ugyanannyit exportál is, tehát az orosz agrár külkereskedelmi egyenleg az majdnem már nullszaldós, és ilyen Oroszország és szovjetunió történetben soha nem volt. Ugye az az érdekes, hogy miközben a úgynevezett BRICS országok, amihez most Irán szeretne csatlakozni, csak hogy még tutib legyen ennek a társaságnak a kiléte, meg is azt mondják, de elsősorban az afrikai országok, hogy hát abba kéne hagyni ezt a háborút, és nem kéne Oroszországgal ennyit húzakodni, mint ha nem vennék észre, hogy ott van az orosz gabonakészlet, amit aztán Ukrajna igazán nem blokkol, nem is tudja, és az sem megy. De ez se hányák Oroszország szemére, hanem Ukrajna tekinthető a hibásnak, mert hát miért folytatja ezt a kínos háborút, amiből Afrika ilyen rosszul jön ki? Hát ezt egyes politikusok így gondolják, így közvetítik a világnak, de legyen köszönték, hogy, az, hogy ez, egy, ez egy személyes vélemény, egyértelműen egy hamis értékelés, hamis meglátás, Oroszország soha nem félt attól, pláne Putyin időkben egyértelműen nem, hogy mindenféle eszközzel saját befolyását a világba erősíteni tudja, és ehhez számára bármiféle eszköz alkalmazható, olyan is, ami egyébként humanitárius szempontból mindenképpen elítélendő, ilyen az a tudatos, Gabona-fegyver használat, amit most Oroszország importőrei felé közvetít, azzal a céllal, hogy ezzel a nyugati világot, elsősorban most Európát tovább gyengítse, és úgy tűnik, hogy ez elég hatékony módszer, és, és olyan tény, ami egyébként belelovalja Putyint és a lévő erőket, hogy helyes irány szerintük az, amit tesznek, Igen. és ezt tovább vigye. Hát az ilyen hatékony, akkor csak hatoljunk tovább. Igen. Nagyon, hát nem mondom, hogy nagy konsternációt keltett, de azért, úgy meglepődtek a magyarok, hogy a Orbán kormány egyik minisztere, hát a Lagárad miniszter elment Ukrajnába a magyar politikus egyáltalán nem ment oda. Egész Nyugat-Európa ott volt, Amerikából tán csak az elnök nem, de egyébként még Pelosi is, meg republikánus szenátorok Nyugat-Európának, meg Közép-Európának majdnem minden miniszterelnöke ott volt Orbán kivételével. Szóval azt, hogy oda ment a magyar miniszter, és elkezdett tárgyalni arról, hogy hogyan lehet segíteni a búza, meg a kukorica kivitelével, az mennyit ér? úgy értem gazdaságilag. Aztán majd megkérdezem, hogy mi a véleménye arról, hogy, hogy egyáltalán oda ment. Mert ez egy politikai gesztus egy olyan országnak, amivel kapcsolatban jó viszony sose volt Orbánéknak. Én maximálisan helyeslem, hogy Nagy István miniszter úr elment Ukrajnába, tehát pozitív dolognak tartom, hiszen ne feledjük, Ukrajnát újjá kell majd építeni, és abban a magyar Gazdasági szereplők, vállalkozóknak célszerű lesz részt venni. Óriási pénzek fognak érkezni Ukrajnába a háború után, és biztos, hogy egy 21. századi high-tech technológiát fognak odaépíteni, és nem pedig a múltat. Ebben való részvételünk rendkívül fontos, nem maradhatunk ki. Ukrajnát Egyébként a magyar mezőgazdasági szereplők jól ismerik, hiszen már a szocialista időszakban is ezen a területen bábolna például szinte teljes körű hálózattal rendelkezett, de ugyanúgy most vannak olyan termelési rendszerek nálunk, olyan mezőgazdasági nagyvállalkozók, akik technológiában, tudásban, humán és egyéb más kapcsolati rendszerben Ukrajnában nagyon is tudnának hatékonyan <kül> működni, és az Ukrajna egyértelműen szeretné, ha Magyarország ebbe a újjáépítésben részt venne, Engem személyesen a nagykövet asszony többször is megkeresett, és még a farmomat is meglátogatta, mert érdekelte az a Integrációs rendszer, ami a kistermelők, egyéni gazdák és a gazdasági társaságunk között létrejött. Kiválóan beszél és, magyarul. De igen, és abszolút tetszett neki az egész modell. Utána még négy-öt alkalommal találkoztunk, mert azt szerette volna, ha már a háború alatti időbe, tehát napjainkban is Magyarország ezen a területen <kül> kezdeményezőként föllépne Nyugat-Ukrajnában a állattenyésztés szervezésében és hozzá kapcsolódó feldolgozóipar kiépítésében is. Tehát ez egy konkrét kérés részükről, valószínűleg, hogy a Nagy István miniszter úr is ezt az információt megkapta, és jól tette, hogy tájékozódó látogatásra elment, tehát ez politikai gesztus is, de azért van mögötte nagyon komoly gazdasági tartalom, vagy ígéret, amit a jövőben, ha komolyan gondoljuk, akkor akár magyar vállalkozók be is várhatják. És a dolognak a Gabona szállítási részét illetően? Hát ugye ott a Magyarország, az Áhonynál az áttereszők képesség, azért a szerény ahhoz képest, ami a tengeri szállítás, mert az ilyen havi 4,5 millió tonna. Itt, ha mindent rászervezünk, akkor havi 300-400 tonna mennyiséget. Hát semmi, sajnos. Annak a tizedét eh, tudnánk csak eh, teljesíteni. Ez is inkább jelképes gesztus. Ez is fontos, ha onnél plusz 100-200 tonna havonta Európa felé át tud jönni. A probléma ott van, hogy Európa felé, és nem pedig oda, ahova kellene, mm -hmm. Észak-Afrikába, mert innéd még levinni a horvát tengerpartra és onnét szállítani, hát ez az, az brutális költség, ami az egyébként is drága búza a perszezési árát Egyiptom, Jemen, többiek számára még további jó 10-15%-kal megemelni. Ha mondjuk az oroszok lehetővé tennék a búzaszállítást, ami ismerve őket csak úgy képzelhető el, hogyha Ukrajna és a nyugat nagyon-nagyon jelentős engedményeket tesz. Területi ilyet, olyat, minden, minden, nincs humanitárius meggondolás, minden nagyon kemény árhoz van kötve, akkor az ukránok képesek lennének szállítani? Úgy értem, hogy szétlőtt kikötőik vannak. Nem tudom, hogy vannak-e olyan szállító hajóik, amik hadrafoghatók. Vannak, és No, annyira nincs szétlőve, hogy eszából minden további nélkül jelentős tételeket ki lehetne szállítani. A mennyiség megvan, bár állítólag olyan egy másfél millió tonna búzát orosz hadsereg egyszerűen ellopott, ellopott vagy elkobzott, és valahova elszállították, de így is van 15-16 millió tonna még ma is, ami a tavalyi termésből megvan, óriási tétel, hiszen ennyi gabona körülbelül egy olyan 100 millió fő ellátására elegendő, tehát buzából az óriási tételről van szó, és hát még nem tudjuk, hogy az idei termés majd de hogy kerülhet ki a határokon kívülre, hiszen, hogyha a háború elhúzódik további egy évre, akkor val nagy valószínűséggel ez a megtermett mennyiség, ami bár jóval kevesebb, mint a korábbi években volt, de azért akkor is több tízmillió tonnás nagyságrendű az a tétel, ami, ami felesleg az ukránok számára, tehát valóban eladni kellene. Mennyiség megvan. Ennek az értéke egészen brutális nagyságrendű, tehát itt nagyon sok milliárd dollárról van szó. Ugye Ukrajnának a mezőgazdaság az egy fontos bevételi forrás, mármint az export, tehát évi ilyen 25-26 milliárd dollár bevételük van mezőgazdasági termékek eladásából, és hát nekik nyersanyaguk egyébként nincsen feldolgozott termékeik sem annyira most, hogy a acélüzemet acél mindegy, üzemet szét. Igen, azt akartam mondani, hogy... De hát az volt egy ilyen nagy export bevételi forrás, acél termékek eladása. Ez az, talán műtrágyában is, nem? <laughs> műtrágyában úgy szintén, nem tudom, hogy a műtrágya feldolgozó, tehát készítő üzemeik milyen állapotban vannak, de valószínűleg ezek a fő termékek, amiből nekik bevételük származik, most valószínűleg ilyen nagyságrendben külső támogatást akár az Európai Uniótól, Egyesült Államoktól értékben nem fognak kapni. Tehát az ukrán életszínvonal háború ok okán is, és amiatt, hogy a export elmaradás ilyen nagyságrendű, óriási mértékben vissza fog esni, de hát ennek nagy része már meg is történt. Tehát valószínűleg, hogy nem érdekeltek a háború hosszú távra történő elnyújtásában, mert az ukrán gazdaság az a szemünk előtt megy tönkere ilyen pillanatban, és oké, okay, hogy van ígéret ennek az újjáépítésére, de az építés azért az egy évtizedes munka, mire annak igazán az eredményei láthatók lesznek. És hát nem valószínű, hogy, az uka, hogy a nyugat ezt átolcettig fedezni fogja. Hát valószínűleg, van. hogy nem fogja, annak egy jó részét igen. Hát azért jól uh, néznénk, hogyha Oroszország oda megy szétlő mindent, a nyugat megépíti hát a saját pénzéből, az így nyilván nem fog menni. Igen, tehát valami kompromisszumos háború lezárás szükséges lenne én. Ahogy uh, ukrán befolyásos személyiségekkel szoktam találkozni, beszélgetek, mindenki realista abban a tekintetben, hogy a keleti tartományok egy része hosszú távra elveszett. tehát a, Mariupol, vagy éppen Donbass, tehát ez a vidék valószínűleg valami önálló köztársaságként működni fog, de biztos, hogy nem lesz Ukrajna szerves része. És hát a területek visszaódítása az oroszoktól azt gondolom, hogy Ukrajna erejét messze meghaladja. Nem tudják sem katonailag, ezt végrehajtani, és hozzávaló finanszírozás is valószínűleg elmarad. Egyébként, mi csak egy végén van még egy-két percünk. Mi az ukrán gabonának a fő célpontja, tehát mik azok a területek Afrikában vagy a közel-keleten, ahova szállítani kell? Ugye Egyiptomot már mondtuk. Hát az egészet Libanontól kezdve, Jemen, <coughs> Jordánia, Líbia. Egyiptom, ezek mindenképpen kulcsországok, Egyiptom a legnagyobb vevője az ukrán buzának. Ők ezek a, ezekben az országban évente olyan 30 millió tonna buzát értékesítenek. De van egy másik fontos termékük a napraforgóolaj, az pedig Európának nagyon fontos mi vagyunk a legnagyobb vevői az Európai uh -huh. Unió. Az ukrán napraforgolajnak nagy szükség van rá, és egyre nagyobb szükségünk van az ukrán kukoricára. Egyenlőre 20-25 millió tonnás nagyseregben képes exportálni kukoricát is Ukrajna, és legyünk őszinték, európai állattanyésztők számára az olcsó ukrán kukorica rendkívül fontos, segítene abban, hogy a, a hizlalás, takarmányozás olcsóbbá váljék, ami például a magyar állattenyésztők számára is egy elérendő cél lenne. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Raskó György, agrárközgazdászt hallották 9 és 10 óra között.